Ezek a felvételek akkor készültek Kalocsán, amikor még híresen volt a Covid-járványnak, és az emberek, mint bármely más tömegrendezvényen, ezen is vígan mulatták az időt. A tervek alapján, amit lehet, a város újra minden eddiginél nagyobb, a Szekszárdi Születi Fesztivál méreteihez hasonló programot bonyolít majd le a Kalocsai Innovációs Központ rendezésében. A megrendezéshez szükséges források is gyűlnek a kasszában, miután Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár támogatásáról biztosította a rendezőket. Meggyőződésem, hogy a Kalocsai Paprika Fesztivál tekintettel arra, hogy egy kiváló hungarikumra épül, és ugye a városban kettő hungarikum is helyet kapott, ugye az egyik a paprika, a másik pedig a kalocsai motívum. Ezért azt gondolom, hogy minden adottsága megvan a településnek arra, hogy igen, a szekszárdi szüreti napok mellett a Kalocsai Paprika Fesztivál is az ország egyik kiemelkedően nagy fesztiválja lehessen. Ugye nem csak kulturális fesztiválja, hanem a paprikára építve azt gondolom, hogy egy kiemelkedő gasztronómiai fesztivál is lehet. Mindannyiunknak az a célja, hogy ez a fesztivál ez felnőjön abba a sorba, ahol a szekszárdi szüreti napokat tartjuk számon. Nagyon fontos megbeszélés volt ez, ezen kívül pedig több más témában is egyeztettünk. Beszéltünk arról, hogy 20 plusz 5 millió forinttal kívánja államtitkár úr támogatni a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft.-nek a működését. Ebből az összegből azt gondolom, hogy működési feladatokra is fogunk költeni, és azt gondolom, hogy a tervezési feladatokra is fogunk költeni, és szervezési feladatokra is fogunk költeni. Ugye az előbb említett Paprika Fesztivál az azt gondolom, hogy egy olyan téma, amire mindenképpen kell majd forrás biztosítani. A tervezett Paksot Kalocsával összekötő Dunahíd nem csak a gazdasági, de a társadalmi kulturális életben is változásokat hoz majd, mondta Zsiko Zoltán. Birka, rétegesen főrakva. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a térségben, és itt gondolok elsősorban a közép-dunamenti kiemelt térségbe, hiszen nekünk itt a Paks 2-es bővítések, azok mindenképpen, és a Paksot, Kalocsát összekötő Dunahíd, azok olyan lehetőségeket fognak jelenteni a két megye számára, amelyekben azt gondolom, hogy nem csak a különböző építkezési folyamatokat és a különböző szervezési feladatokat kell összekoordinálni és összehangolni, hanem mindenképpen azt gondolom, hogy a kulturális feladatokat és a közművelődési feladatokat is érdemes összehangolni, hiszen ebben a közép-dunamenti térségben kiemelkedő jó városok vannak, szerepelnek. Gondolok itt ugye adott esetben Tamásira, Szekszárdra, Dunaföldvárra, Paksra és Kalocsára. Ezek ugye a legnagyobb települések. És én azt gondolom, hogy ha a Paksot-Kalocsát összekötő Dunahíd 2024-ben megépül, akkor egészen más viszonyrendszer szerint fogunk majd gondolkodni Dunán innen és Dunán túl is. Az év kulturális kínálata várhatóan nem csak a Paprika Fesztiválról szól majd Kalocsán, hiszen tervben van egy olyan program is, amely a maga nemében egyedülálló lehet. Nagyszabású operett gálával készülnénk nem csak a kalocsaiaknak, hanem a környékbelieknek egyaránt. Egy olyan operett gálát szeretnénk, amely egy szabadtéri, nagy formátumú, nagy technikai eszközöket igénybe vevő produkció lenne, és egy több ezer nézőt megszólító programot indítanánk el. Ez egy egyszeri alkalom lenne, de mindenképpen egy olyan kiemelkedő kulturális esemény lehetne, amelyet a Kulturális Államtitkársággal közösen valósítanánk meg, és mindenféle nagy képűség nélkül mondhatom, hogy az országban egyedülálló programot fogunk szervezni. Természetesen ez része annak a koncepciónak, amiről az imént már szó esett, amelyben a programok összekötnék és közelebb hoznák a Duna két partjának nagyobb városainak kultúrát szerető közönségét. Zsiko Zoltán arról is beszámolt, hogy a Kulturális Államtitkárság több olyan projektet újraindítana, amely eddig is sikerrel futott országszerte. Annak idején Szekszárdon is megvalósítottuk a térzene programot. A térzene programnak tulajdonképpen az a célja, hogy olyan emblematikus helyszíneken szólaljon meg kisebb-nagyobb kamaraegyüttesek, kisebb-nagyobb zenekarok, különböző műfajoknak a képviselői, jeles képviselői muzsikájanak. Tegyük rendszeressé a zenét, a zene megszólalását, és ezzel a közönséget hozzászoktassuk ahhoz, hogy mondjuk
akár Szekszárdon a Béla Király téren minden nap, minden vasárnap 11 órakor felcsendül a muzsika, vagy Kalocsán például a Szent István téren, vagy az Érsekkertben minden szombaton 11 órakor, vagy minden vasárnap 18 órakor megszól a muzsika, oda szoktassuk az embereket ehhez a programhoz, és tényleg olyan szertágazó műfajokba gondolkodunk, mint a könnyű zene, a komoly zene, klasszikus zene, vagy a népzene, vagy a világzene, és azt gondolom, hogy a műfaj jeles képviselőit szólítjuk meg ezzel, és nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy nem csak a profikat szólítjuk meg ezzel, hanem azokat is, akik azért több, mint amatőr együttesek, tehát ezzel nem csak a művészeket bátorítjuk, hanem a közönséget is hozzászoktatjuk egy olyan programhoz, amely azt gondolom, hogy a hangulatunkat, meg a közérzetünket jelentősen javíthatja.